Hosszú sor áll az egyik bevásárlóközpont üzletének pénztára előtt, a vásárlók egymás után viszik a kasszához a kiszemelt árucikkeket. Az előzetes adatok szerint decemberben a Mikulás, a karácsony és a szilveszter, az ajándékok és az ünnepi élelmiszerek húzzák felfelé a kiskereskedelem mérlegét. A Kiskereskedelmi Szövetség szerint várhatóan az ünnepi asztalra valókra, valamint az ajándékokra egyaránt 90-90 milliárd forintot költenek majd a vásárlók. Az egyik nyíregyházi bevásárlóközpontban tavaly óta növekedett a vásárlók száma, az adventi hétvégéken pedig szintén élénkülő forgalmat tapasztaltak. 2016. decemberében az előző évhez képest 5-10%-kal növekedett a látogatók és a vásárlók száma. Az idei évben 8 új üzletet nyitottunk, azt gondolom ez is hozzájárult, és a külső gazdasági környezet is. Egy ilyen adventi hétvégi vasárnapon akár duplájára is növekedett a látogatók száma a Korzó bevásárlóközpontban. A sláger termékek között továbbra is ott vannak a műszaki cikkek, a televíziók, telefonok, könyvek és a háztartási kisgépek. A vásárlók túlnyomó rész kisgépeket keresnek a szórakoztató elektronikai termékek mellett. Ide sorolnám a notebookokat, táblagépeket, okostelefonokat és az okostelefonok kiegészítőit. Ezek a legkeresettebbek mostanság. A tapasztalatok szerint ruházati cikkeket is sokan keresnek karácsony előtt. A mi boltjainkban úgy van, hogy kisebb termékeket vesznek, ami azt jelenti, hogy egy-egy öv, mivel férfiaknak minden nadrágban jó, ha van egy-egy öv, ne kelljen vele bajlódni. A másik pedig az, hogy pénztárca, sálak, amik nagyon divatosak ma már. A következő pedig a nyakkendő. Nagyon tudom ajánlani mindenkinek, mert egy szép nyakkendővel az ünnepet emlékezetessé tudja tenni. Az egyik internetes áruösszehasonlító portál vizsgálata szerint idén sokan az interneten rendelik meg és fizetik ki szeretteik ajándékait. A magyar internetezők átlagosan 30.500 forintot szánnak a karácsonyra, főként ruházati cikkeket, könyveket, szépségápolási termékeket, kozmetikumokat, valamint játékokat vásárolnak családjuknak. A hagyományos vásárlásnál kockázatosabb internetes rendeléskor a szakemberek szerint azonban nem árt több dologra odafigyelni. Tudni kell azt, hogy az online rendelés esetén 14 napunk van a elállásra, tehát ez azt jelenti, hogy mindenféle indoklás nélkül írásban a kereskedőhöz küldött levélben vagy e-mailben elállhatunk a szerződéstől, de azt is tudni kell, hogy ezzel egyidejűleg a terméket is vissza kell szolgáltatni. Másik tanácsom az, hogy tájékozódjunk arról, hogy bankkártyás fizetés esetén esetleg milyen buktatók vannak, így karácsony táján sokkal célszerűbb inkább utánvétel megrendelni a terméket. Figyeljük azt meg, hogy szállítás és csomagolási költség terheli az árut. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint idén az első 9 hónapban 5%-kal nőtt az áruházak, boltok értékesítése. Az előzetes számítások szerint decemberben is 5%-kal nőhet a kiskereskedelmi forgalom, de nem zárható ki nagyobb emelkedés sem.